Közel 10 milliárd forintból valósulnak meg nyertes pályázati projektek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett támogatásoknak köszönhetően Komárom-Esztergom megyében. A részletekről sajtótájékoztatón számolt be Oroszlányon a Hamvas Béla gimnáziumban Sanda Tamás, Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, és Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő november 23-án. Az Embererőforrás Fejlesztési Operatív Program összefogja mindazokat a humán fejlesztéseket, amelyek az egészségügyet, a családi ifjúságügyet, a szociális és társadalmi felzárkózást, vagy akár az egyházügyet érintik. Milyen fejlesztések, milyen területeken fognak megvalósulni a közeljövőben? Számtalan fejlesztés valósul meg, hiszen nagyon nagy területet ölel fel az Embererőforrás Fejlesztési Operatív Program. A mai sajtótájékoztatón arról tudtunk beszámolni, hogy Komárom-Esztergom megyében közel 10 milliárd forintnyi fejlesztést tudtunk megindítani. Ide tartoznak betegbiztonsághoz kapcsolódó fejlesztések, de tartoznak például köznevelési intézmények felújítását, infrastruktúrális megújítását célzó fejlesztések is, hiszen csak ebben a megyében több mint 22 intézmény újul meg a köznevelés területén. Ezek a beruházások mikorra fognak megvalósulni? Ezeknek a beruházásoknak egy jelentős része már 2018-ban meg fog valósulni, hiszen úgy írtuk ki ezeket a pályázatokat, és azt várjuk a megvalósító szervezetektől, hogy minél hamarabb juttassák el ezeket a fejlesztéseket a magyar emberekhez. Ezek a fejlesztések ugyanis nem öncélúak, hanem Magyarország erősödését támogatják, és azt segítik elő, hogy a magyar emberek minél sikeresebbé váljanak. Hogyan tapasztalja Komárom-Esztergom megye az ilyen fejlesztések terén, hogyan áll a többi megyéhez képest? Komárom-Esztergom megyeiből nagyon jó pályázatok érkeznek, ezeket a pályázatokat pedig minden esetben támogatjuk, amikor elérik a szükséges pontszámot. Én azt gondolom, hogy nagyon jó fejlesztések fognak a következő időszakban megvalósulni, nem csak a köznevelés, nem csak az egészségügy, hanem a szociális és a társadalmi felzárkózás területén is, itt Komárom-Esztergom megyében is. Azt mondom, nagyon fontos szétválasztani, hogy maga az Emberi Erőforrás Operatív Program az nem csak csupán az iskolai vagy a köznevelési ágazatot támogató program, hanem ebben a programban valósulnak meg a társadalmi felzárkózást szolgáló programok, a civil szervezetek programjainak támogatása, az egészségügyi fejlesztések, egészségügyi infrastruktúra fejlesztési programok, illetve ennek a programnak a keretében tudnak társadalmi integráció mellett kiemelt társadalmi csoportoknak a tovább lépését támogató programok megvalósulni, de szintén EFOP-os fejlesztési terület a felsőoktatás is. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szerteágazóan, és muszáj lesz egy picit lenéznem a papíromra és puskázni, hiszen csak iskolafejlesztésre a 4-1-2-4-1-3-ban, ez két különböző típusú iskolafejlesztési program. Ebben a programban a megyére első 10 milliárd forintból több mint 4,5 milliárd érkezik, hiszen a 4-1-2-es programban Tatán a Vaszari iskola nagy volumenű felújítása és tagintézményének a megújítása tud megvalósulni 1,2 milliárd forintból, de a Nagy Igmándi iskola tud ebből a forrásból megújulni, bővülni tornateremmel, és Bakony-Szombathely településein is tud megvalósulni fejlesztés a 4-1-3-ból, illetve egy másik EFOP-os konstrukcióból pedig közel 100 millió forintot kapott nagyon sok vidéki kisiskola, 75 millió forintot kaptak szakmai programok megvalósítására. Tehát ez az iskolai környezet, amiben az infrastruktúra fejlesztése is megvalósul, a szakmai tartalom megerősítése is megvalósul, és sok olyan fejlesztés tud megvalósulni, egyébként Komáromban is tornaterem felújítása, tornaudvar, vagy az iskola környezetének a megújítása, itt Oroszlányban szaktantermek kialakítása tud megvalósulni, vagy plusz tanterem építése, ami azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek minél magasabb esélyű köznevelési intézményi hozzáférését biztosítsuk, és zárójelben, de hadd mondjam el, hogyha nem csak az EFOP fejlesztéseket vesszük, hanem hozzáadjuk a megyei jogú városok programban kapott támogatását, hogyha hozzáadjuk a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat által koordinált topos pályázatok, iskolákat, köznevelési intézményeket érintő pályázatait, hogyha hozzáadjuk a Nemzetgazdasági Minisztérium irányító hatóságánál kezelt GINOP gazdasági fejlesztéseket, ami a szakképzés fejlesztésére megy, akkor
akkor sokkal több forrás jut iskolai fejlesztésekre az összes fejlesztési forrásból, mint valaha jutott ebben a megyében, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép összeg, és ebből is, hogyha csak az EFOP-ot, tehát a köznevelési intézmények és a társadalmi célú integrációt támogató civil programokat nézzük, akkor ez egy jelentős forrás is, 10 milliárd forint, de jut ebből egészségügyfejlesztésre, Tatabányán jut Kisbéren egészségügyfejlesztésre, jut ebből olyan főiskolai, az Edutus főiskolánál olyan fejlesztésekre, amelyek az itteni fiatalok számára a továbbtanulás lehetőségét megnyitják egy a térségben biztos munkaerőpiaci elhelyezkedés lehetőségével, hiszen az Edutus főiskolának, csak hadd mondjam, egy a duális képzés kooperatív képzésének fejlesztése, a lézertechnológiának és az hozzá kapcsolódó alapkutatások, tudástranszfer és további vállalati kapcsolatok támogatása, ez is egy nagyon fontos dolog, hiszen a felsőoktatásban tanuló fiataloknak a jövőképét támogatja, oktatási innovációk megvalósítása, és a mérnöki szintű vagy mechatronikai mérnöki képzéseknek a még további erősítésére kapott támogatást a főiskola, tehát óvodától felsőoktatási pályán át ez az EFOP-os program támogatja az iskolákat. Ez azt jelenti, hogy egy jól kiépülő, biztonságos iskola rendszer tud a megyében a jövőben a gyermekeinknek szolgálni.